Tadá! Alulra tettem a matracot. Ekkor nem tudtam rátenni a kocsira. Hát nézzétek meg, tehát vadi új. Sehol egy gyűrődés, egy folt. Csendesek vagyunk, nem benzinmotort használunk. Ja, most megpihenek, mert... Na szóval, múltkor... írta valaki, hogy mint a cigányok. Egyrészt igen. Vállalom. Másrészt, pont ott áll egy taxi. Beszélhetnék vele. Mondjuk nem tudom, hogy hogy hoznál be. Vannak, akik nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok időt töltenek a munkahelyükön. Csak azért, hogy a fotel kényelméből, a postaládába bedobott újságból, vagy interneten ülve egy kávé mellett kiválasszák a bútort, egy gombnyomással ugye kifizetik, házhoz szállítatják. Én meg így oldom meg. De hát most gyerekek. Miért ne? Jó, a kezem az koszos. De ez még nem. Ám, ugye ez is koszos, tehát két gyereke. Nekem ez a fenntarthatóbb. Meg az észszerűbb. Igen, kb. Egy jó fél órája indultam el. 10 percig javítottam a gumit. Kb. Egy jó fél óra, mire hazaérek. Legyen egy másfél óra munka. De az eredmény ugyanaz. Lesz egy kihúzhatós ágyam, amit én kanapénak szeretnék a góranga teraszra, mert azért mégiscsak izé, kb. Egy hét alatt fogják összeszarni a kutyák meg a macska. nem szarni, nem úgy értve, hanem hogy kiszakítani meg ilyenek. De mégis egy új dolgot viszek az otthonomba. Hát és ha elmennék dolgozni, nem ugyanúgy megvenném, és nem ugyanoda vinném, és nem ugyanúgy szétcseszerintenék az állataim? Meg a tűzőnap, meg a hajnali pára? Dehogy nem. Na, úgyhogy igen, mint a cigányok. Szeretem ezt így. Elfogadhatónak tartom, és fenntarthatónak. És amúgy is sajnálom azt, hogy a mai világban valaki megvesz valamit, és teljesen hibátlan állapotba fogja, az kicseszerinti a kukába. Mert éppen megunta lehet a színét. Pedig egyébként cipzáros. Ez le lehet cipzáros. Nézzétek. Sehol egy szakadás, semmi. Egyébként ilyenkor én úgy örülök. Mint fizetésnapon, aki meg tudja nyomni a rendel gombot a online áruházba. Hát ugyanaz. Csak ő itt egy hány órát dolgozott érte a Tesco pénztárba, én meg másfél órát, így este felé. Úgyhogy nem hiszem, hogy szégyellnem kell magamat. És ez most csak ment volna az égetőbe. Úgyhogy ennyi. Na jó van, majd ez már csak akkor lesz megmutatva, ha benn lesz téve a helyére. Annak még meg kell csinálni a helyét, ki kell onnan haingálni a régi cuccokat. Úgyhogy ez lehet, hogy nem holnap lesz. Most ez volt a legfontosabb, hogy megmentjük a Góranga terasz legújabb kanapéját. Legyen nagyon-nagyon-nagyon szép estétek. Hari Krisna. Hari Haribol.